A Citizen Go oldalán dr. Benda József, a Gyermek és Családbarát Magyarországért alkotó műhely és az MKT demográfia szakosztály vezetője elindított egy petíciót a főállású szülőség támogatására. Vendégünk és vonalban van dr. Benda József, szociológus, demográfus. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm itt a Hit Rádióban. Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a nézőket, a hallgatókat, bocsánat. Nos, hát kezdjük akkor azzal, hogy miért gondolta szükségesnek elindítani ezt a petíciót? Köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetünk erről a témáról. Ugye több vezetőnk is elismerte, hogy ma a demográfiai kihívás a legnagyobb előttünk álló feladat, aminek még mindig nem gondolhatjuk azt, hogy megfeleltünk, bár számtalan, vagy nevezhetjük nagy összegűnek is támogatás áramlik ki hónapról hónapra, évről évre egyre több a családok részére a kormányzati intézkedések nyomán. Igen. De azt látjuk, hogy a 90 ezer körüli születésszám, amit már tulajdonképpen közel 10 éve tapasztalunk, az nem emelkedik. Tehát érdemes újra gondolni, hogy mi lehet itt az ok, és mi lehet a megoldás. Sokan mert ugye azt mondják, hogy kevés ez a családtámogatási rendszer, ami jó, természetesen jó, hogy van, sok család örül neki, de talán még nem elégséges, ugye? Hát itt egyrészt a számszerűséget érdemes megfontolni, másrészt pedig az irányát a támogatásoknak. Tehát itt van egy olyan történelmi folyamat, aminek most a végkifejleténél járunk, itt Magyarországon is, és több, leginkább a volt szocialista országok, de a nyugat-európai országok is egyre inkább belekerülnek ebbe a csapdába, ami egy 100 éves történet. Érdemes ezt alaposan megvizsgálni, hogy mi az igazi ok, mert akkor fogjuk tudni a megoldást is megtalálni, hogyha arra a problémára adunk választ, ami ennek az egész fogyásnak az előidézéseként megjelent. Na, ha tippelnem kéne, akkor már is mondanám a nők munkába való állását. Hát igen, érdekes módon a laikusok, a hétköznapi emberek azonnal rájönnek, vagy megnevezik az okát ennek, és mégis valami rejtélyes folyamatnak vagyunk a tanúi vagy elszenvedői, ami miatt ennek a problémának a megoldása egyszerűen nem kerül igazából napirendre. És hogy a kezdetekre utaljak, itt a 20. század feminista mozgalmait lehetne megnevezni, mint az egyik fő irányzatot, ami ezt az egész problémát előidézte. És ennek a feminista mozgalom kialakulásának az egyik meghatározója, vagy tulajdonképpen gazdasági oka, az első világháború volt, amikor a férfiakat ugye háborúba vezényelték, és nem maradt munkás kéz, és ezért azt találták ki a Szovjetunióban, és ez más országokban is érvényesült különböző ritmusban, hogy a nőket kell a munkahelyekre hát csábítani, illetve hát a Szovjetunióban ez inkább vezénylés volt, mint csábítás. Azt hirdette egy Alexandra Kollontai, aki ennek a mozgalomnak az elindítója volt, hogy a gyár kiszabadít a konyha rabságából. Hát elkezdték a családot, mint a női kibontakozás akadályát elkezdték marketingelni, hirdetni, és azt állították, hogy akkor lesz igazi nő, hogyha nem lesz anya és feleség. Igen. És a gyermek az tulajdonképpen a nőt olyan mértékig hozza rossz helyzetbe, hogy az ő kibontakozását lehetetleníti, és ilyen módon tulajdonképpen a család felszámolását kezdték meg, megkönnyítették a válást,
az abortuszt, és megkezdték azokat az állami helyettesítő intézményeket kiépíteni, mint a bölcsödék, óvodák, gyermekotthonok, az étkeztetést is, ilyen közétkeztetési helyekre terelték, elkezdtek az otthoni szövés, fonás, varrás helyett ruhasegélyekkel és ruhagyártással pótolni a családi feladatokat. Uh-huh. És ez a program a II. Világháború után a szocialista országokban is végre lett hajtva. Uh-huh. Meghirdették itt is a nők felszabadítását. Igen. És ugyanakkor hármas teher hárult a nőkre, az édesanyákra, mert egyrészt ugye el kellett végezni az otthoni feladatokat, a háztartást, a gyerekekkel való foglalkozást, és még ugyanannyi időt kényszerítettek munkába, tehát külső munkahelyekre, mint amit a férfiak is végeztek. Uh-huh. De azért, hogy ezt elszedjék, ezt az egésznek az embertelenségét, láthatatlan munkának kezdték el nevezni a családi, az otthon végzett munkát, és ez a mai napig ezt a bélyeget rakják rá. Uh-huh. Tehát megvan ez a szemlélet. Na most várjon, mielőtt még tovább mennénk. Ugye már szinte hallom, több női hallgató gyomra összeugrik, hogy akkor most ezek szerint az a megoldás, hogy parancsoljuk vissza a nőket a konyhába, és ne dolgozzanak? Hát ugye ez a... Mert hogy sok nő jól érzi magát a munkavilágában, legyünk őszinték, és dolgozni is akarnak, úgymond kibontakozni is, és természetesen azért a legtöbb nő szívesen vállalna gyereket, akár többet is, hogyha ezt anyagilag megengedhetné magának, és időben. Igen, hát ez is egy ilyen közkeletű hiedelem, hogy a fakanál az egy békjó, és az megnehezíti a kibontakozást. A 20. század eleje óta tulajdonképpen a háztartási munkáknak a nagyon nagy részét, a túlnyomó részét már gépesítették, és rengeteg helyettesítő megoldás van. Uh-huh. És soha senki nem gondolta, hogy kényszeríteni kellene bárkit is arra, hogy az egyik vagy a másik munkatípust válassza, vagy döntenie kelljen neki a család meg a munkahelyek között. Ezek ilyen mesterségesen gerjesztett elméletek és feszültségek. Itt arról van szó, hogy különböző típusú életpálya modellek vannak. Uh-huh. Vannak olyanok, és ezt egy reprezentatív felmérésünkben tudtunk igazából rájönni, hogy ez a marketing fogás, hogy a nőket így és úgy bárki is kényszeríteni akarja, ez nem igaz. Megkérdeztük a fiatalokat egy reprezentatív felmérésben, hogy mit gondolnak, mire volna szükségük, hogy még egy babát esetleg elindítsanak, és milyen életpálya modellben gondolkoznak. És azt láttuk ebben a felmérésben, hogy ez a sokat hallgattatott női karriermodell, ez a populációnak, mindössze a fiataloknak, mindössze az 5%-ára jellemző. Az nagyon kevésnek tűnik. Bizony, aha. Bizony, kevésnek tűnik, mert hogy ez van előtérbe állítva a média nyomására, illetve most majd később erre visszatérhetünk a gazdasági kényszerek hatására. Uh-huh. Van egy sokkal szélesebb réteg, ez körülbelül a 70%, amelyik egyensúlyt keres a családi feladatok és a munkahelyi feladatok között. Igen. Ez a legszélesebb réteg. Igen, igen. És ez különböző életszakaszokban, ez egymással össze is egyeztethető, uh-huh. kettő gyermekig.
Igen. De három felett már, és ezt mutatja a felmérés is, de hát elég ebbe az embernek belegondolni, hogy három kiskorú gyermeknek a logisztikai irányítása az milyen hihetetlen nagy feladat. Hát meg a nevelése, gondozása, foglalkozás vele, elnézést, hogy beleszólok, három kisgyermekes családanyaként tudnék róla mesélni. Így van. A lelki gondozása, az ellátása, a jelenlét, a kapcsolat, ugye hát ezek nagyon fontos és jelentős időtényezők, amit nem lehet semmiféle intézménnyel kiváltani. Egyszerűen nem tudja ellátni, nincs olyan intézmény, amelyik erre alkalmas volna, és hát biológiailag erre vagyunk felkészítve. Így ez van. A keresztény család modell tulajdonképpen. Így van, majd, igen. Majd erre is visszatérhetünk, és ez több, mint emberi szándék. Tehát itt nem arról van szó, hogy most nekem dönteni kell a munka és a karrier irányában, hanem van egy rendeltetésünk, egy isteni törvény, amiben az élet újra termelése a feladatunk. Ezt nem fogja senki helyettünk megcsinálni, azért mert munkahelyen, hát három műszakban valaki a betegő falatért dolgozik. Uh-huh. Tehát visszatérve erre a 70%-ra, ez két gyermekig működik, de ez sem, persze, ez sem konfliktusmentes, de három gyermektől már nem. És akkor a felmérésből ugye ez 5% a csak karrierorientált, uh-huh. 70% az, amelyik egyeztetni próbál, igen. És van egy 25%-os réteg, uh-huh. Ma is, uh-huh. Amelyik szeretne csak a családjának élni. Uh-huh. Ez elég magasnak tűnik, hogyha abból indulok ki, hogy tényleg a média is minden azt súlykolja, hogy ma egy nőnek függetlennek kell lenni, dolgoznia kell, persze mellette vállaljon egy-két gyereket, de egyébként meg bontakozzon ki. Tehát akkor ön azt állítja, hogy itt ma Magyarországon a fiatalok 25%-ánál lenne erre igény, hogy csak otthon maradjon és a gyerekeivel foglalkozzon? Úgy van. Ez egy egészen határozott a férfiak és a nők részéről egyaránt, uh-huh. És ma éppen ez a 25% van diszkriminálva. Uh-huh. Megteheti, aki karriert szeretne, hogy abba gondolkozzon, megteheti nehézségekkel az is, aki egyeztetni próbál. Igen. Bizonyos életszakaszokban ez nagyon nehéz, aztán már kevésbé, de ez a 25% is bekényszerül munkahelyekre, mert egyébként nem tud megélni. Uh-huh. Jelenleg a főállású anyaságnak az ellátmánya, segélye, nem is tudom, hogy fogalmazzak, 28.500 forint. Igen, nagyon alacsony, az biztos. Hát abból nem lehet megélni. Négy szemét kell ebből eltartani. Kellene. Ugye, hogyha ha nincs egy jól kereső férj, akkor ez nem lehetséges. Tehát bekényszerül munkahelyre. Uh-huh. Na most ez miért probléma? Mert gondolhatnánk azt, hogy jó, hát ez rendben van, dolgozni kell, mert munkából élünk. De nézzük meg ennek a hosszú távú hatását. Mi jut ebből a gyermekeknek? Aki nélkülözi az anyai gondoskodást, és magára van hagyatva a nevelés neveltetésében, az a gyermek, különösen, hogyha ez már csecsemőkorban megkezdődik, az maradandó idegrendszeri károsodást szenved. Ez egy tartós stressz a csecsemők és a kisgyermekek részére, ami az idegrendszer működését akadályozza. Ezt a pszichológusok számtalan felmérésben bizonyították. Ez a kötődés elmélet, amelyik a mai pszichológiai irányzatok között a legelfogadottabb, ez mutatja meg azt, hogy a kötődés alapozza meg az emberi élet szociabilitását. Ha megkapja a csecsemő az édesanyja közvetlen jelenlétét és szeretetteljes gondolkozását, akkor alakul ki az élet első évében az empátia, a tolerancia, az együttműködési képesség, a szeretetre való képesség, a nyitottság, a hit. Még a hitrendszerünk is csecsemőkorban alapozódik meg. Azon az élményen, azon az élménybázison, hogyha ugye azt éli át a csecsemő, hogy az édesanyja, vagyis hogy ő nem tudja kicsoda, de hogy valaki gondoskodik róla, és ha éhes, ha fáj, ha,
ha szorong, akkor valaki elmulasztja, és újra az egyensúlyi állapotba kerülhet, akkor ő egy olyan alapélményt kap, amire épül később a tudat fejlődése során az Isten hív, vagyis van egy külső erő, aki gondoskodik rólunk. Uh-huh. Na most hogyha nem kapja meg ezt, mert távol van az édesanyja mondjuk, és ő bölcsödébe kényszerül, vagy ahogy nálunk az 50-es, 60-as, 70-es években volt, szomszédok, rokonok nevelték, és ugye ez a demográfiai problémánknak a fő gyökere, hogy ez az 50-es évektől tömegesen bekényszerültek az édesanyák munkahelyekre, fölemelték a női munka végzést 25%-ról, a nők foglalkoztatását pontosabban, fölemelték 25%-ról 75%-ra, gyakorlatilag a teljes női populációt behajtották munkahelyekre, uh-huh. és akik ebben az időszakban születtek, azoknak egy jelentős része ugye vagy bölcsödében, vagy a szomszédoknál, vagy a nagyszülőknél nevelkedett. Igen. Uh-huh. És ők nélkülözték ezt a szeretetteljes anyai gondoskodást, aminek az lett a következménye, hogy sérült felnőttek lettek. És most nem tudom, mennyi időnk van rá, hogy ezt a folyamatot végigkövessük, hát ez... de hogy itt ez egy transzgenerációs sérülés tömegről van szó, uh-huh. mert a második generáció már nem is tudta, hogy hogyan kell bánni a csecsemővel, mert ő se kapta meg ezt a gondoskodást. Uh-huh. És azt látjuk ma már, hogy a mai gyermekeknek a 20-25% a mentális problémákkal küzdik. Uh-huh. Szorongás, depresszió, a ADHD, a diszlexia, diszgráfia, evés, magatartászavar tömegesen jelennek meg már óvodáskorban. Igen, és ez ön mind ennek tudja be, tehát ennek a múltnak, háttérnek, hogy elmaradt az a bizonyos anyai gondoskodás és figyelem, ami szükséges hát, lett volna? Erről szól két könyvünk, amiben az adatokkal bizonyítjuk, hogy az a generáció, amelyik nélkülözni volt kénytelen az anyai gondoskodás, annak az életében jelennek meg ezek a mentális zavarok. De tovább megyek, az a generáció, amelyik bölcsödében töltötte, tehát amikor a generáció nagy része bölcsödébe kényszerült, ez volt olyan időszak, amikor a populáció 50%-a volt bölcsödében, közel 50%-a, ebben a generációban a legmagasabb a fiatalkorú elítélteknek a száma. Érdekes. Döbbenetes. Döbbenetes. Muszáj, hogy haladjunk, mert nagyon megy az időnk. Akkor térjünk át arra, hogy tényleg elgondolkoztató, amit mondott, de akkor miért jelentene megoldást egyáltalán, még nem késő-e is megoldást jelentene a társadalmi problémákra a főállású szülőség programja? Igen. Igen, hát tulajdonképpen itt nem akarunk mi itt újdonságot bevezetni, csak egyszerűen a több évszázadon, évezeden keresztül bizonyítottan működőképes társadalmi modellt szeretnénk újra visszasegíteni. Tehát látjuk, hogy ez, ami a 20. század elejétől kialakult, ez a pusztulásnak a forgatókönyve. Amikor mindenki dolgozik, gyakorlatilag fölemészti a társadalom a jövőjét. Hogyha nem fektetünk energiákat, pénzt és mindenféle erőforrásokat a jövő generáció egészséges felnevelésébe, ami az isteni parancs, azt lehet mondani. Ugye a keresztény ikonográfiának két olyan meghatározó szimbóluma van, amit évszázadokon keresztül megtestesített a kultúra, ugye az egyik a korpusz, Jézus a kereszten, a másik pedig a Szűz Mária gyermekével, a kis Jézussal. Uh-huh. Ugye az egyik az a férfi embernek az önfeláldozása a társadalomért, a másokért, a másik pedig a nőnek a szerepe a következő generációnak a felneveléséért.
Ezek nagyon erős szimbólumok, amíg nem volt írásbeliség, ezen keresztül magyarázták el az embereknek, hogy mi az, ami, hol van a helyük, és hogyan, mi kell ahhoz, hogy egészséges társadalomban éljünk. Ez az isteni kódolás, és ennek egy transzgenerációs hatásai vannak. Hogyha ezt nem veszük figyelembe, hogyha ezt tagadjuk, vagy megpróbáljuk úgy élni, hogy nekünk nem dolgunk ez, és csak az élet élvezete az a mi feladatunk, akkor ezzel gyakorlatilag egy önpusztító társadalmat hozunk létre. Most nyilván ami itt a Hit Rádióban ezzel mi könnyebben tudunk azonosulni, de azért látva azt, hogy nagyon sok a nem vallásos, hitetlen fiatal, tehát nyilván őket nem lehet erőszakosan meggyőzni ezekről az alapvető igazságokról, tehát mondjuk akkor őket hogy lehetne megnyerni annak, hogy valóban érdemes lenne gondolkozni azon, hogy nem biztos, hogy ez a helyes módja a jövőnek, illetve a társadalom építésnek, ahogy most zajlik ez. Igen. Hát az a helyzet, hogy mi nem akarunk senkit átalakítani. Az az ember, aki anyanélkül nőtt föl, annak az életének a traumáit, azt mi nem tudjuk megoldani. Itt mi egyetlen egy dolgot szeretnénk hát lehetővé tétetni a környezettel, az, hogy akik szeretnének, csak a családjuknak élni, ők tehessék ezt meg. És hogyha lennének ilyen módon egészséges minták, akkor ez egy olyan mag lenne a társadalomban, mint a hit, hogyha valami jól működik, akkor azt mások is elkezdik hát lemásolni, igen, lekövetni. És akkor mi lenne ennek a programnak a lényege? Tehát kik lehetnének főállású szülők? Hogyan? Kidolgozták a részleteket? Igen, ez megjelent a Jövőnk a gyermek című könyvben, és letölthető a plusegybaba.hu honlapról is. A program is, lehet itt jelentkezni is rá, és hát rengeteg publikációnk, több száz publikációnk van ebben a témakörben, és azt szeretnénk, hát azt kérjük a felsővezetéstől, és azt szeretnénk egyben javasolni, hogy azok, akik jelentkeznek, vagy jelentkeznének egy ilyen programra, azok ezt tehessék meg, és kapjanak egy olyan lehetőséget, ami egyfelől egy anyagi biztonság, ugye itt mi egy átlagbérben gondolkozunk, amiből egyáltalán el lehet tartani 4 embert, ugye az édesanyát és 3 gyermeket. Tehát úgy képzeljük, hogy a 3. gyermeknek a megszületésétől lehetne ezt igénybe venni, a valahány éves korig, 10-15, nem tudom, akár 18 éves korig, és hogyha ezt az anyagi biztonságot megkapná ez a család, akkor képes volna arra, hogy tényleg csak a gyermekeknek éljen, és minden energiáját elbefektesse. De itt csak az egyik anyagi fél, ugye? Tehát az egyik szülő igényelhetné ezt, a másik meg gondolom normál esetben a férj menne dolgozni, a nő meg akkor igényelni ezt a főállású anyai jövedelmet? Igen, úgy nevezzük, hogy hivatásos szülők életpálya modell, rövidítve hiszük program, és ezt ugye lehet egy éves korig mi nem javasoljuk azt, hogy más ezt igénybe vesse, mert a gyermeknek szüksége van az édesanyjára, ez egy hormonális, biológiai parancs, amit nem lehet kiváltani, de egy éves kor követően már lehetővé tennénk, vagy javasolnánk lehetővé tenni, hogy ezt más is, akár az apa, vagy pedig nem tudom, nagyszülő, de mert hogy vannak ilyen igények is, hogyha valaki túl sokáig kiesik a munkahelyéről, akkor ott már nem tudja folytatni az életét, de egy év az nem egy olyan nagy kiesés, hogy abból ne lehetne, vagy pedig 3-szor egy év, ugye akár hogy időnként vissza tud menni, és tehát ezt mi rábíznánk a családokra. És amellett, hogy, amellett, hogy ez az anyagi biztonság az egyik alap, a másik nagyon fontos, hogy itt egy megfelelő képzési támogatásra volna szükség. Mert nagyon sokan ugye a felmenőknek
a sorsa következtében maguk nem érték át, nem élhették át ezt a szeretetteljes gondoskodást, aminek az a következménye, hogy ők se tudják pontosan, hogy ebben mi a fontos, mit kell csinálni. Nincs jó minta, példa az életükben. Így van, így van. Tehát, hogy ez a másik lába, és van egy harmadik lába a programnak. Ugye az is szóba szokott kerülni, hogy sok gyermek esetén az édesanya bezárul nagyon abba a csecsemős világba, vagy a kisgyermekes világba, és így a társadalomból való kiszakadás nehezen éli meg. Igen. És ez is egy fontos dolog, hogy nem kell nekünk itten új dolgokat kitalálni, mert ez régen sem az volt, hogy két felnőtt nevel mondjuk 3-4-5 gyermeket, hanem sok felnőtt nevel sok gyermeket, és a közösségeknek a működését kell újra teremteni, azoknak a helyi kultúráknak a fölélesztésére gondolunk, ahol egymást támogatva tudnak közösségek így reprodukálni önmagukat, és adnak ez akár több generációs család, vagy baráti közösségek, vagy komaságok. Ennek megvannak a történelmi mintái, nem kell nekünk új dolgokat létrehozni, hanem visszaengedni azt a kultúrát, amelyik évszázadokon keresztül bizonyította az életképességét. Ennek az elképzelésnek egyébként mekkora lehet Magyarországon a társadalmi támogatottsága, illetve van-e bármi nyitottság akár a kormányzat részéről, hogy ebben gondolkozzanak, vagy ilyesmikben gondolkozzanak? Hát tulajdonképpen itt van egy úgy tűnik most már így, ez a program 5 éve készen van, és ott van a döntéshozóknál, és nem mozdultak rá, bár a kezdeményezésünkre megtartott családi szavazás, tehát volt egy ilyen, mi is ennek a neve? Nemzeti konzultációra gondol? Nemzeti konzultáció a családok. Volt egyszer kérdés, ez emlékszem, igen. Így van. Ezt a kezdeményezésünkre betették, és ott nagyon magas volt a támogatottság. De úgy tűnik, hogy itt van egy gazdasági érdek a háttérben, amelyik annak idején ennek az egész feminizmusnak is a születésénél ott volt, és a mai napig gúzsba köti a döntéshozókat, mert hogy itt a mindennapi versenyképesség van a előtérben. Kellenek a női rabszolgák, igaz, hát bizonyos igen. helyekre. Nem mindenhol, persze, meg mondom, hozzáteszem, azért sok nő tényleg szeret dolgozni is, meg sokfelé helytállni, de azzal egyet tudok érteni, hogy minél több a gyerek, ezt annál igen. nagyobb mutatvány megoldani, kialakítani, és akárki, akármit mond a karrier, egy pont után igenis a család a gyermekek rovására igen. tud menni. Hát nagyon elment. Igen. Ez egy manipuláció ez a karrier. Hát a nők többsége, és egyébként a férfiak többsége is 3 műszakban szalagmunkán dolgozik. Hát ez, hát ez a modernkori rabszolgaság, igen. A népesség 5%-a, ahogy ez a felmérésben is mutatkozik, az 5%-a az, amelyik valójában karriert fut be. Hát nem, hát nincs ilyen. Hát most ki a Tesco pénztáros, az a munkakörre, az felveszi a versenyt egy családi millióvel. Hát én nem gondolom. Hát ezek kényszerek. Hát többségében így van. Az az alapprobléma, hogy itt egy egyensúlyvesztés történt. Tehát megvan a munkának is a maga szerepe, meg a termelésnek, hogy a gazdaság működjön. Na de hogyha nem fordítunk figyelmet a jövő termelésére, akkor és felborult az egyensúly, több évtizede, látjuk ezt, már 70 éve nem születnek annyian, ahányan fenntartanák a népességet. Ez a jelenleg az a 90 ezer születésszám, amiről az elején beszéltem, ez egy 6 milliós populációt fedez. Igen. És hogyha nincs baba, akkor nincs szükség élelemre, nincs szükség boltokra, téglára,
ugye, és nem alakul ki az a társadalmi folyamat, amiben egyrészt mindenkinek megvan a helye, szerepe, másrészt pedig fenntartja a folyamatosságot. Ugye, hogyha nincs elég orvos, látjuk, igen. Nincs elég pedagógus. Persze, de van, aki... Nincs elég vér, uh-huh. Nem lesz vér. A sok idős ember, kevés a véradó. Nincs elég pap, aki keresztel és eltemet. Nyilván vannak olyan elképzelések, akik ezt az egész problémát ugye a bevándorlással oldanák meg, de most akkor ebben nem menjünk bele, mert előre is szerintem hosszasan igen. Tudnánk beszélgetni, hogy talán miért nem ez a megoldás vagy a járható út. Hát nagyon elment az időnk, úgyhogy most itt le kell zárjuk ezt a beszélgetést, de szerintem még fogjuk folytatni ezt a témát. Köszönöm, hogy elmondta ezeket a gondolatokat. Érdemes rajta szerintem mindenkinek elgondolkozni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget, és ha valaki további információt szeretne, akkor a plusz1baba.hu honlapon rengeteget talál. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!